Mai ebédünk az húsleves csicseri borsó tésztával, és az uram főzte. Lejlának rizs, csicseri borsó, lisztbe forgatott, rántott csirke mellel. Édes burgonya, rántott csirke mell, tojás nélkül, a csicseri borsó lisztet összekevertem egy kis vízzel, és csicseri borsó panérba forgattam. És kókuszolajba sütöttem. De nem is én sütöttem, hanem az uram. Finom fánkocska. Szapisvány. Kakaós öntettel. Azt én készítettem rá kókuszreszelékkel és paraszlekvár. Ma a frankfurti levest készítettem, tejföl nélkül, de egyébként ugyanaz. Grillezett zöldségek, répa, édesburgonya, cukkini, illetve fokhagymás, ilyen csirkemelcsékok készültek. Mai ebéd kínova, fokhagymás húsi és édesburgonya, cseresznyepaprika és savanyú borka. Készült hajdinás palacsinta, most ebben diós mákos töltelék van. Itt vannak. Kisütve is várják, hogy megegyük. Csípős lecsó készült, az uram készítette, csak egy kicsit megszaladt a kajánbors a kezébe, egyébként nagyon finom, cukkini van benne, hát paradicsom, paprika, hagyma, és jó sok kajánbors. Nem sok. De sok! Húsleves készített az én drága jó uram, kukoricatészta van benne, vagyis kukoricából készült metéltészta, tehát nem brusszeliszből, van hozzá egy kis csirkeszán, illetve a húsleves után csirke, édesburgonya és az a piros cékla. Mai napon lencsegulyást készítek, és hát ahogy én készítem, kell hozzá ugye lencse, a répa, nem kell túl sok, főleg ha édes nem, egy hagyma, ezt egészbe dobjuk bele, hát is én ilyen kis stölpusit fogok beletenni, most ezt kockára fogom vágni, úgy rakom bele. Úgyhogy épp hát ugye összeaprítottam, egy hagymát, vörös hagymát megpuszoltam, egybe beletettem, két darab kis babérlevél, lencse, megmosva, illetve füstölt, főfüstölt karajt tettem bele kockákra vágva. Ezt felöntöm vízzel, egy nagyon pici étrezesítőt adok hozzá, nem sokat, mert lehet, mert sós ez a füstölt hús, és meg később inkább pótolom. Felöntöm annyi vízzel, hogy bőven-bőven ellepje, tehát legalább érjen így idáig, azt békén hagyom, hagy főjön. Amikor a lencse kész, akkor az összes kész. Akkor csinálok rá egy rántást, és viszontlátásra. Miután megfőtt benne minden alkatrész, ezután pedig egy rántást csináltam, hajdinaliszt, kókuszsír, hajdinaliszt, piros paprika, felöntöttem pici vízzel, és akkor belekevertem, és akkor kész is van a finom lencse gulyás. Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam. Teljesen olyan íze van, mint a babnak. Bablevesnek, a füstölhúsos bablevesnek nagyon jó lesz ez. Ezt a szapis kakaós csigát csináltam, meg ilyen, hát ilyen kiflicskét. Édesburgonya, édesburgonya levest készítettem. Édesburgonya hagyma, a fűszerek, amikor megfőtt, akkor letornixoltam, és egy finomka leves lett belőle. Emellé másodiknak a múltkori nagy sikerre való tekintettel kinoát főztem, illetve darált hús, csicseri borsó, paprika, paradicsom sülítmény, hát egy ilyen ragut. Zöld bablevest készítettem, most nem tejfölös habarásra, ahogy régen készítettem, hanem hajdinaliszt és egy pici kukót tettem bele, azt a kókusztejet, amelyiknek nincs kókuszíze, és avval készítettem így egy habarást, teljesen finom lett. Rizs, baszmati rizs, édesburgonya és csirke. Készült sült hal, rizs és kelbimbó. Édesburgonya, kelbimbó, sült csirke, sült hal, cikla, meg egy rizs szempont. A mai menü az lencsefőzelék fasírtal. Jó, itt vagy. Köszönöm. A lencsébe ugyanis a lencse az hajdinalisztes habarással készült, kókusztejjel, illetve a fasírban nincs tojás, illetve a búza kenyér vagy zsemle helyett pedig hajdina kifli van benne. Ennyi a történet, jó étvágyat! Készült tejfölös húsi, csicseri borsóból készült makaróni tésztával. Készült tárkonyos gombaleves, répa, gomba, hagyma, tárkony,
só, fehér bors, piros paprika, és mindenség is. Készítettem Leinának rizst, baszmati rizst, vegyes zöldségkörettel, pici csirke, illetve halapenyó paprika. Ez az ő ebédje ma. Ezt kérte. Készült egy kis hamis gulyásleves, és kukoricatészta, laktózmentes túróval és tejföllel, és laktáztablettával. Jó étvány a gyerek! Jó étványat! Készült egy kis toros káposzta. Ezt a gyorsfőző fazékba főztem, és elmondhatom, életemben nem főztem ilyen finom toros káposztát. Ebben úgy benne vannak az ízek, tehát teljesen másabb ebbe a kuktába főzni. Hát tudom, anyám is abba főzött, csak még az alumínium változatában. Tehát ezt innentől kezdve is így fogom készíteni. Tehát ebben, illetve gyümölcsleves, ebben alma van, megy, víz, cukor, fahéj, illetve miután megfőtt, akkor pedig tettem bele egy kis kókusz tejet, de azt a kokót, amit szoktam használni, aminek nincs kókusz íze. Avval forraltam még egyet, és nagyon-nagyon finom lett. Na, mai nap pedig majdnem elfelejtettem le videózni, de hát se baj. Húsleves készült, illetve csicseri borsós ragú, rizssel, illetve kinoával. Készült brokkoli krémleves, ezt most úgy készítettem, hogy egy fokhagymát, egy cikk fokhagyma, nem sokat készítettem, tehát elég volt egy cikk fokhagyma, egy vöröshagyma, egy kisebb zacskó brokkoli, ezt megfőztem, fűszereztem, leturmixoltam, és mivel nem volt elég sűrű, mert túl sok levet tettem rá, ezért hajdanalisztet, egy kis kokóval elkevertem, ez a kókusztai, olyan kókusztai, ugye, aminek nincs kókuszíze, abban besűrítettem egy picit, és kész is lett. Azután készült Leilának ilyen gluténmentes hajlina és kuleslészből készült pizza. Hagyma van rajta, sonka, pici szalonna, paradicsomalap, és paradicsomalapot készítettem rá, és a forró levegősbe sütöttem meg 8 perc alatt, 190 fokon. Készítettem magamnak is pizzát, ez egy kicsit megégett, legalábbis a hagyma, ugyanannyi ideig volt benne, mint a Leilájé. Csak ezen annyi a különbség, hogy nagyon vékony paradicsomos alap van, ugyanúgy hajdina és kuleslészből készült, hagyma van rajta, sonka és egy két csík szalonna. A mai napon sült csirke, a sörgonyával, ezt mind a kettőt a forró levegősbe sütöttem, ez a Leiláé, ez pedig az enyém, sült csirke szintén fűszerekkel, és majdnem megégett cukkini. Hát csak majdnem, végül is. Egész jól néz ki, mondjuk azt. És akkor ehhez eszünk majd uborkát, vagy céklát. Készült egy kis quinoa, nem tudom. Szóval készült quinoa, olaj nélkül sült rántott húsi, a forró levegősbe és cukkini. Illetve készült fokhagymás húsika, még ennyi maradt belőle. Ez pedig rizserette a gyönyörűséges gyerekem egészségedre. Köszönöm. Készítettem egy kis sárga hüvelyibabból egy kis levest. Nagyon szeretjük. Ezt most laktózmentes tejfölle. Illetve kukoricatésztát főztem ki. Abból, hát egy hasonló, mint egy makaróni, csak nem makaróni tésztával, tehát darált hús, sűrített paradicsomot dobtam rá, fűszereket, oregánót, bazsalikumot, sót, és akkor összekevertem a végén. A család egyik fele így eszi tisztán, a másik fele pedig laktózmentes sajtot fog rá reszelni. Jó étvágyat!